Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, amint az látható, ezúttal nem a poláris csillagvizsgálóból, karanténirodás következik, ugyanis karanténkorszakot élünk. A bemutató vagy előadás témája a binokulárok, a látcsövek, a kézi prizmás látcsövek világa. Ugye ezek kétcsövű alkalmatosságok, tekintettel arra, hogy az ember is kétszemű, ezért, hogyha két szemmel szemléljük az égboltot, ha két szemmel szemléljük a égitesteket egy ilyen eszközön keresztül, sokkal többet látunk, mint hogyha csak egy szemmel hunyorognánk. Ez bárki kipróbálhatja, aki kezébe vesz egy ilyen kétcsövű látcsövet, és megtapasztalhatja azt, hogy ténylegesen sokkal többet lehet érzékelni az égboltból, ráadásul az ember szeme kevésbé is fárad el. Egy kis időutazás lesz ez, több mint 100 évet fog át az itt az asztalon látható különféle kétcsövű alkalmatosságok áttekintésével. Mindjárt itt legelől áll a sorban ez a kis részcsövű látcső, lehet látni. Első ránézésre lehet sejteni, hogy ez valami egészen régi alkalmatosság. A első világháború időszakában, sőt talán még azt megelőzően valamikor a századfordulón, a boldog békeidőben készült, hogy hol azt nem lehet tudni, mert nincsen rajta cégjelzés. Én ezt ajándékba kaptam kis Áron barátomtól, aki pedig ezt Angliában szerezte be, de szerte Európában mindenütt lehetett kapni abban az időszakban ilyen típusú látcsöveket, és hát a használt cikk piacon is előjelő bukkan, és egészen egyszerűen nem is vészes az áruk ezeknek a kukkeroknak. Olyan sok szavunk van erre az alkalmatosságra, hogy ami mutatja a magyar nyelvnek a gazdagságát és a leleményét, hogy na, későbbiekben majd meg is említek egy párat. Közben ki is tekertem, nagyjából ebben az állapotban éles a képe ennek az eszköznek. Ez egy galilei rendszerű, egyenes állású képet adó látcső. Az objektív az nem egy tagú, azért ennél komolyabb, de a látómezeje az még ilyen kis nagyítás mellett is borzasztó kicsi. Ami a galilei tárcsöveknek a rákfenéje. Ha valaki kipróbálja a galilei távcsövének valamelyik replikáját, ezek ilyen tized-néhányszoros nagyítást adó kis dióverők, tapasztalhatja, hogy mennyire kicsi a látómező, mennyire kényelmetlen a használata ennek az elrendezésnek, és igazából ezekkel a kis binokulárokkal is ugyanez a helyzet. Ezt az állatfajtát leginkább színházi látcsőnek nevezhetnénk. Még manapság is gyártanak ilyen egyszerű kis távcsöveket színházi használatra, tényleg csak néhányszoros nagyítással készülnek, hiszen nem szükséges az, hogy tízszeres nagyítással belenézzünk a hős tenor garatjába, hanem hogy kicsit közelebb kerüljünk a színpadhoz, és jobban meg tudjuk figyelni a színészek mimikáját, az egész játéknak a összhatását. Hogyha belenézünk, igen, most így arra felé fordítottam, és próbálom megcsillogtatni nem a tudásomat, hanem az objektívnek a felületét. Én látom, hogy egészen megkímélt jó állapotú ez az objektív, némi kis koszolódás persze van rajta, de ami nincs egyáltalán, az a reflexiógátló réteg, ami sokáig mi térétennek hívtunk, ami hát olyan speciális felület, ami csökkenti a fény visszaverődést, a fénynek a visszaverődését az optikai felületekről, és ezáltal javítja a távcsőnek, az eszköznek a kontrasztját, és a például mi szempontunkból nem csak a kontraszt növekszik meg, hanem a határfényesség is, hiszen kevesebb fény nyerődik el az optikákban. Ennek meglehetősen bonyolult elmélete van, de ne is menjünk mélyebben bele. Tehát nem túlságosan komfortos használata, de hát már csak szemre is szép, és kézbe venni még inkább jobb egy ilyen érdekességet, ami ezt a bizonyos békeidőket idézi meg, amelyek talán nem is voltak annyira komfortosak és kellemesek, mint hogy az olvasmány élményeinkből, vagy film élményeinkből visszatekintve gondoljuk. Helyezzük ki a látómezőből, stílszerűen szólva, és kérem a következőt. A következő már sorban áll, látjuk, hogy ez szintén egy századfordulós versenyző. Ennek az objektív átmérője kicsivel nagyobb, talán 45 mm körül lehet. A nagyítása nincsen megadva, körülbelül 5-szörös lehet a nagyítása, szintén galilei rendszerű, és hát amit az előző látcsőnél is megfigyelhettünk,
ugye, aki járatos a kétsívű világban, az láthatja, hogy nem lehet állítani a két tubus közötti távolságot. Ami azért fontos, mert az emberek nem egyformák, és a szemük távolsága az egyénenként változó. Van, akinek egészen közel van a szeme, van, akinek pedig egészen távol. És hát itt egy ilyen átlagos helyzetet produkált nyilvánvalóan a gyártó, és így próbálták megoldani azt a feloldhatatlan problémát, hogy az emberek nem egyformák. Éppen ezért az az eredménye ennek, hogyha vannak olyan emberek, akik ugye belenéznek ebbe, és egyszerűen nem tudják a képet összehozni, mert kettőz nekik. Őszintén szóval én is így vagyok ezzel. Talán amikor fáradtabban használom az eszközt, akkor nehezebben megy az, hogy összehozzam a két képet egybe, tehát duplán látok. De amikor kipihentebben használom, akkor azért valamennyire tudok úgy kancsalítani, hogy mégiscsak egy képet lehessen megfigyelni. Mire alkalmas ez? Ugye természetesen nincsen rajta téréteg, viszont ilyen kis árnyékoló tubus előzékek vannak, vagy harmadcsapkának is nevezhetjük őket. Mire alkalmas? Hát színházban már talán kevésbé vitték, szerintem a részcsövű verziót sem, hiszen azért elegánsabb kivitelű színházi látcsövek is vannak, voltak. Ez inkább ilyen mezei távcső, mezei látcső. Például hát lóversenyre vihették ki az urak vadászathoz, és persze az égbolt felé fordítva csillagászkodni is lehetett vele. De őszintén szólva a kis nagyítás miatt, hát leginkább talán csak a hold megfigyelésre alkalmas ez az eszköz. Igazán sötét égen lehet talán csak valamennyire nyílt halmazokat megfigyelni, meg hasonló nagyobb méretű mély objektumokat. De egyáltalán nem ad olyan hatalmas nagy élményt, mint ahogy amennyire szép ez az egész. Mond neki itt egy kis, ma is teljesen makulátlan, nagyon jó kis bőrborítása, eredeti a bőrszíj, és mit is akartam még mondani, igen, itt a, hát ez valaki egyszer leejtette, nem én voltam, én is ejtettem le, de az nem ez a példány volt. Tehát több mint 100 évet, talán 120 évet is átvészült ez az eszköz, anélkül, hogy komolyabban megsérült van az optikája. Hát vagy nagyon jól megcsinálták, vagy pedig nagyon vigyáztak rá. Mindenféle neve van a kétsívű látcsöveknek. Manapság inkább talán binokulárnak hívják ezt a típust. Vadászkereső, hát amit én nagyon furcsán fogadom ezt a fajta újítást, mert hát ugye van egy ilyen binoklim, amivel keresem a vadászokat. Hát milyen célból keresem a vadászokat? Netán én is vadász vagyok? Mindegy, ez csak ilyen szómágia. Látcső, kétsővi látcső, és daljátéki kandika, netán daljátéki kukucs. Nem én találtam ki ezeket, ez megjelent nyomtatásban az 1840-es években a Deák magyar-német szószedetben, a természettudomány és hasonló szavaknak a gyűjteményében, a nyelvújított szavak gyűjteményében, ahol még ennél szörnyűbb szavak is voltak. Daljátéki kukucs, daljátéki kandika, hát magyarról magyarra fordítva ez színházi látcsövet jelent, no nem ez, hanem a réz. Réztubusú inkább az a színházi látcső kategória, de például a látcső szavunkat is valamikor ki kellett találni, de még a távcső szavunkat is, az is 1835 nem is igen létezett a távcső, sőt még távcsőként. V nélkül szerepelt. Ugye szép? Ebben megegyezhetünk. Hát akkor kérem a következőt. Sajnos sokat ugrunk az időben. Ugye, talán említettem azt, hogy prizmás látcső, vagy csak akartam mondani, de most ki is mondom, hogy prizmás látcső. Ugye van a sima látcső, meg van a prizmás látcső. Miért fontos ez a prizmásság? Ne felejtsük el, hogy kétsívű távcsöveket nagyon régóta készítettek a felhasználók, csillagászkodók, meg a táj szépségében gyönyörködők. Már az 1600-as évek közepén már készült binokulár. De igazán jól használható, kompakt, könnyen hordozható, masszív, ugyanakkor relatíve nagy látómezőt adó eszközt egészen a századfordulóig nem nagyon gyártottak. Tehát ugye említettem a daljátéki kandikával kapcsolatban, hogy mennyire kicsi a látómezője, hát ez súlyos probléma volt, de aki kézbe vette a Zeiss által kifejlesztett prizmás látcsövet, amiben
tubusonként két prizma lakik, két porló prizma, amelyeknek köszönhetően ilyen furcsa Z alakú lesz a fénymenet. És ez miért jó nekünk ez az Z? Például azért, mert sokkal kisebb a tubushoz, sokkal kisebb helyen elfér a kis látcsövünk, könnyebben belefér a táskába, tehát könnyebben kalimpál a nyakunkban, ugyanakkor a súlya is kisebb lesz valamelyest. Na, tehát ez a prizmás látcső a Zeissék által lett tökére, mondhatni tökére fejlesztve a századfordulón, és divatba jött, és hát persze sokkal magasabb árért kínálták, például a Calderoni nevű optikai szaküzletben, ahonnan csak visszaveszem ezt a kollégát, hát honnan ez a bizonyos hagyományos látcső származik. Szerintem itt is hagyom, ezért olyan szép ott a sorokban. Na most kevesen tudják azt, hogy Magyarországon már a Zeiss cég nagyon régen megvetette a lábát. Nagyjából 1916-15-től bő 10 éven keresztül volt egy lerakata, egy összeszerelő járegysége Győr városában. Sokan ismerik ezt az épületet. Egy darabig ott volt a bemutató csillagvizsgáló is, úgyhogy a csillagászok nem is tudtak arra, hogy milyen nagyszerű épületben vannak, mert hát a helytörténet akkor még nem volt annyira divatos, mint manapság. Nos, tehát ebben a győri cégben, a győri gyárban gyártották Zeiss Károly gyártmányait. A Zeiss Károlyat azt kell érteni, hogy ténylegesen lefordították magyarra, még a logóban is benne volt az, hogy Zeiss Károly és az, hogy Győr. Hát lényegében a Zeissnek a gyártmányait szerelték össze, különféle, hát akkoriban főként persze katonai célú optikai elemeket, távcsöveket, nagyon komoly kinézetű lövész, binokulárokat, meg ilyen megfigyelő látcsöveket. Egyébként a Zeissnek nagyon sok más városban is volt akkoriban, Európa mindenfajta városában volt akkoriban, nagyobb városaiban volt ilyen összeszerelő gyára. Na most hát ennek a Zeissnek a nyomai azért nem maradtak teljesen nyomtalanul, jól megaszondva Magyarországon, és később nyilván a tapasztalat is megmaradt, és később pedig beindult a MOM-ban a látcsőgyártás, különféle műszerek, eszközök, katonai rendeltetésű optikáknak a termelése, és hát ez a binokulár, ez a MOM binokulár, most már csak kinyögöm, hogy ez nem Zeiss, hanem MOM gyártmányú, az 50-es évek végén készült, és hát nagyon-nagyon visszaköszönnek itt a Zeissnek a dizájn elemei. Én gondolom, hogy még az eredeti gépek is itt maradhattak, és aztán nagyban gyártották az optikákat. És hát nem vagyok binokulártörténész, de hát feltételezem, hogy a második világháború időszakában is, amikor szövetségesként részt vettünk a sajnálatos eredménye végződött második világháborúban, hát akkor is volt Magyarországon ilyen típusú gyártás. No, hát a 50-es évek végén járunk. Ez már egy nagyon kellemes, nagyon jó használható kis túrázáshoz és csillagászkodáshoz is alkalmas kis eszköz. Aki volt katona, például őrségben, ha szerencsé volt, kaphatott egy ilyet a nyakába, és akkor ezzel nyilvánvalóan amatőr csillagászként nem a diverzáns elemeket és a különféle fajta kémeket figyelte, hanem az égboltot kémlelte. Honvédségnél rendszeresítették ezt a 6x30-as típust, de polgári forgalomban is kikerült, az Ofotérban lehetett kapni például 50-es évek végén. Találtam az interneten ilyen ár listát, olyan 1200-1300 forintba került egy ilyen kis 6x30-as, hát az bődületesen drága. Akkoriban egy talán több is, mint egy havi fizetés lehetett. No, hát azért talán nézzük meg, szerintem valamennyire látszik is a cégjelzés, MOM Budapest, jellegzetes MOM emblémával, jobb oldalon kicsit el van masszatolódva a 6x30-as, meg van még egy árviszám is. Itt természetesen már ugye, nagyon szépen lehet hálítani a szent távolságot, a 62 és 74 mm között, sőt, hát kicsit tovább is, csak nincsen jelölve. A két tubus csak külön-külön élesre állítható. Hát az újabb típusoknál, sőt már akkor is voltak olyanok, ahol központi élességállítás volt, ami kényelmesebb használatot eredményezett. Gyönyörködjünk kicsit benne, eredeti bőrszíj van hozzá. Bőr. Hát manapság már nem kapunk bőrszíjat, talán csak a legdrágább típusoknál.
Mit látok itt? Hát itt egy hatalmas, óriás binokulár talakszik előfelé, hát nem, inkább egy ilyen kis szovjet gyártmányút, sőt orosz gyártmányú, hát kicsit csúnyácska 7x35-öst vettem elő. Hát a 90-es években lehetett kapni a Sotheby's binokulárokat. Nem túl drágán, elég jó minőségű, de hát azért messze van attól, amit az ember elképzel a binokulárságról. Ha nem is a Sotheby's, de a Tentók, szintén Oroszországból, Szovjetunióból származó Tentók nagyon-nagyon népszerűek voltak a 80-as években, és hát az árukhoz képest a minőségük is egészen jó volt. Például a 7x50-es típust azt nagyon szerették sokan használni. 7x35, itt van még egy 150 méter per 1000 méter információ is, hát ez azt mutatja, hogy 1000 méteres távolságban egyszerű 150 métert tudunk átlátni. Hát ez egy ilyen teljesen szabványos információ a binokulárok világában, úgyhogy gyakran találkozunk ilyen adatokkal. Nyilván ez nem a csillagászokat segíti, hanem a közönséges halandókat, akik két lábbal élnek a Földön, és hát különféle célokra használják a binokulárokat. Itt a kerti munka szünetében most láttam, hogy kicsit rozsdás maradt az ujjam, de nem baj, attól még meg lehet fogni ezt a binoklit. Sőt, még meg is vágtam a kezemet. Most a privatizálás után nézzük meg ezt a gyönyörűséget, amit kézbe fogni, hát még belenézni hatalmas nagy öröm. 10x50-es Zeiss Dekarem, igazi NDK-s gyártmány, a 70-es, 80-as évekből származik. A T-réteg ott van rajta, már bőségesen ott van, a II. Világháborúban már először katonai célokra, aztán polgári célokra is használták a T-réteget. Természetesen, hogy rajta van a Zeiss-éknél, hiszen esetleg akár még ők is találták fel, de legalábbis a németek. Ez egy több mint 7 fokos látómezejű, egészen jó nagy látómezejű binokulár, ami hát nagyon jó használható csillagászatra. Tehát, hogyha valakinek van lehetősége, hogy használtan, talán nem is annyira drágán, persze jó pár 10 000 forintért szerezzen egy ilyen 10x50-es Zeiss Dekaremet, ugye a Dekarem a 10x nagyításra utal, akkor rajta, hajrá, mert ez egy tényleg egy örök darab. És minőségét tekintve, kivitelét tekintve, nagyon sok tekintetben is felveszi a versenyt a manapság kapható, egyébként nem is rossz, egyáltalán nem rossz minőségű távol-keleti, és ez alatt mondjuk nem Japánt értem, hanem Kínát értem, még kínai gyártások között is vannak egészen kiváló, nagyon jó binokulárokon, hát amit egyszer majd jó lenne talán ugyanígy áttekinteni. Én változó csillagészlelő vagyok, ezt a típust nagyon sokat használtam. Amikor régebben még fiatalabb voltam és jobb volt a szemem, hát 10 és fél, de akár ha nagyon megfeszültem, 11 magnitudóig is le lehetett vele látni, de hát az tényleg sem csak a tökéletes ég volt alatt elképzelhető. Még objektumokra, nyílt halmazokra, tejútpásztázásra, közepes fényességű, aztán pláne fényesebb üstökösökre is egészen kiválóan használható egy ilyen binokulár. Ha valaki holcsallót próbál az esti vagy a hajnali szürkületben keresni, akkor nagyon nagy mértékben könnyíti a megtalálását. De a csillagászati távcső mellett is egy ilyen segéd távcsőként, nézelődéshez meg objektumkeresésre is nagyon jó használt vehetjük a binokulároknak, kézilátcsöveknek, prizmás látcsöveknek, ki minek akarja nevezni őket. Nézzük csak, itt sorban állnak a binoklik. Ez ide tolakodott, nem ezt akartam mutatni őszintén szóval, hanem ezt a 20x60-ast, ami szovjet gyártmányú, később szerintem az olaszoknál is Tentó néven futott szovjet gyártmányú 20x60-as binokulár, ugye itt 1000 méteren már csak 62 métert mutat, ami magyarra lefordítva olyan 3,5 fokos látómezőt jelent, ami mindig tetemes, hát hiszen ugye 7x holdátmérő, ha jól számolok fejben. De hát azért ilyen kicsi a látómezője, egyébként betekintve nem kicsi, csak ugye a nagyítás miatt csökken a égbolton elérhető látómezője, mert hát 20x-os nagyítása van, 20x60.
csak 10 mm-re nagyobb az átmérője, mint ennek a drágalátos szeretett Zeiss binoklinak, de már is ugye mennyivel testesebb, mennyivel nagyobb, komolyabb méretű a látcsövünk, és a 20-szoros nagyítás és a 60 mm-es átmérő egyébként egészen jó a képalkotással a Kukkernak, azt eredményezi, hogy egészen halvány égitesteket is meg tudunk vele figyelni. Tehát jó, hát itt most magnitudózzunk, de 11 alá nyugodtan el lehet menni sötét égen. Persze nem kézben tartva, mert ezt már állványra kell rögzíteni, állványra kell helyezni. Sajnos a szovjet érában nem volt még akkor általános az, hogy állványra adaptált és adjanak egy ilyen binokulárhoz. Bár én láttam olyan gyári kiszerelést, egy csodálatos szó, amiben mellette volt ott a binokli mellett a szűrők, mellett volt egy érdekes binokulár adapter is, amit sajnos nem tudok megmutatni, mert ehhez nincs. Itt a középső tengerre kellett így ráharadtatni egy ilyen lemezből kiképzett ilyen adaptert, aminek az alján ott volt a fotómenet, a fotómenetet pedig beletekertjük a fotóállványnak a panoráma fejébe, és gyönyörűen lehetett vele megfigyelni, és valóban úgy van, hogy ha állványra helyezzük a binokulárt, akkor lényegesen többet láttunk vele, nem remeg a kezünk, a szemünk nem fárad el, a karunk se fárad el, és hát például, ha valaki még rajzot akar készíteni binokulár segítségével, hát az úgy nem megy, hogy mindig felkapdosom, aztán akkor elkezdek skiccelni, megkeresem, visszamegyek, skicc, és tovább, és így tovább. Pár évtized is eltelik egy rajz elkészültéig, hanem szépen állványra helyezem, és aztán kényelmesen bele tudok nézni. De mondjuk bemutatót tartunk, persze a binokulár az nem egy tipikus bemutató műszer. Ha bemutatót tartunk, akkor nyilván megkönnyíti az objektumnak a megmutatását és a látómezőben tartását a kedvesköltők számára is. Egy érdekességet még elmondok, visszaugorva a Zeissre, ugye teljesen természetes volt, hogy a Tento, tehát a szovjet binokulárok mellé adtak objektív sapkát, nem okulárvédő sapkát. Tudom, hogy ez nem tűnik extrának, de például a Zeissnél én nem láttam olyat, hogy adtak volna ilyen védősapkákat, amit én vadonat újjan gyárilag kibontott csomagolásból elővettem, annak idén 76-ban, abban nem volt semmifajta ilyen védő extra felszerelés. Hát furcsa, hogy extrát kell mondani, mert furcsa világ volt itt a szocializmus világa. Régen az Ofotért hirdette a különféle fényképezőgépeket, tudom én, Fed, Praktika, Zorki, Zenit, csodálatos világmárkák, Praktika talán mégis az, és fel volt sorolva, hogy fényképezőgép tokkal, mintha tok valami extra lett volna. Adunk ám tokot, és nem csak úgy kell vinni kézben. Maradj, várj a sorodra, most előre jön nekünk a 15x70-es. Ugye ez már valóban óriás binokulár. Ennek mindenfajta definíciója van az óriás binokulárnak. Én olvastam olyat is, hogy az már óriás binokulár, aminek 10-szeresnél nagyobb a nagyítása. Tehát egy 12x50-es az már óriás binokulárnak kelljen, hogy legyen. Hát az embernek azért vannak olyan érzés, hogy azért már legyen 50 mm nagyobb az objektív átmérő. Tehát például 70 mm az már úgy kis óriásnak elmegy. Ami mögötte van, a 20-80-as, az pedig egyértelműen az óriás binokulár kategóriába tartozik, mind az objektívet tekintve, mind pedig a nagyítást. Na most a 20x60-ashoz képest a 15x70 az hát egyfajta visszalépés, hiszen kisebb a nagyítása, de nagyobb a látómezője. Többek között a BTC is forgalmaz ilyen kínai gyártású binokulárt. 15x70-es, nem írja a látómezőt, de hát hogyha 77 méter, 1000 méteren, akkor nyilván van a nagyobb kicsivel a látómező, a 4 fok körül lehet, mint a 20x60-as, és ez talán még az, amit még kézben meg lehet tartani. Tehát csak úgy előveszem, elkezdek pásztázni, valamit megnézek, valami változót észlelek, és akkor azért kielégítő, de hát persze, hogy ez is szárnyakat kap akkor, hogyha állványra helyezzük. Ugye nem csak fotóállványra lehet helyezni binokulárokat, de hát most maradjunk a fotóállványok világánál. Én megpróbálom a nagy műtétet. Ugye, évtizeken keresztül, ugye itt volt a binokulárnak az élességállító tengelye,
és hát milyen kézenfekvő lenne, hogy lenne itt egy csavar, amire egy ilyen L-adaptert, ami ugye L-alakú adaptert belecsavarunk, így lehet belecsavarni. Én jobbkezes vagyok, de most balkézzel is próbálok produkálni. Tessék, tehát belé is van csavarva az adapter. Nem csalás, nem lámítás, itt van az aljában a másik menet. Mehet rá a fotóállványnak az állvány panoráma fejére, és már kész is van. Most nincsen hozzá fotóállvány, de hát mindenki látott már, és el tudja képzelni. És teljesen jól lehet használni. Én gondolom, hogy a 15x70-es típust nagyon sokan használják, én magam is előszeretettel szoktam elővenni. Úgyhogy ez egy, hogyha valaki amatőr csillagászként megfizethető binokulárra vágyik, és komoly teljesítmény, de nem túl drágán, akkor egy ilyen 15x70-es típust, tehát ezt a fajta klasszikus típust nyugodtan lehet ajánlani mindenki figyelmébe. Tessék oda menni. És akkor jön a király kategória, a csúcsok csúcsa, amit én nagyon szeretek. 20x80-as Vixen binokulár. Azt hiszem, hogy lehet látni, hogy itt a felvételen lehet látni, hogy itt valami pótlás, ragasztás van. Ez már több mint 20 éves ez a 20x80-as. Szinte teljesen újszerű állapotban van, leszámítva azt, hogy itt körbe repett nekem ez a szemkagyló. Itt is lehet látni, mert kicsit kezd a gumi berepedezni. És ugye ez nagyon jó, mert nagyon szépen árnyékolja az oldalsó fényeket, de amikor ez berepett nekem itt, és elkezdtem, nem nagy repedés, de a beszűrődő fények borzasztóan elkezdtek zavarni, és hát gondoltam, hogy egy nagy javítás keretében rá megragasztom az egészet egy fekete szigetelő szalagot, hogy ne legyen feltűnő. Hát időnként cserélni kell a szalagot, de legjobban össze lehet cserélni újra a szemkagylót, sőt szemkagylókat, mert hát az idő vasfoga nem nekem dolgozik. Most ez mind a kettő szépen visszahajtható, ami például a korábban bemutatott Zeissnél, meg a Tentónál nem volt jellemző. Ennél a típusnál, vagy hát a mai korszerű típusoknál már eléggé jelentős a pupillatávolság az okulároknak. 16-20 mm körül, ami azt jelenti, hogy nem kell az embernek olyan nagyon a szemébe nyomni, hogy belássa a teljes látómezőt egyrészt. Másrészt, hogyha valaki szemüveges, akkor így visszahagyja a szemkagylót, és a szemüveget nem is kell levennie, belenézhet kényelmesen, és észlelés közben nem kell cserébe berélni a szemüveget. És még egy további előny, hogyha mondjuk egy szemüveges és egy nem szemüveges észlelő használja a binokulárt, akkor nagyon nem fog eltérni az élességük. Míg hogyha valaki ugye erősen távollátó például, akkor jelentősen el kell tekerni az élességet. Itt természetesen már központi élességállító csavar van, nem úgy, mint a régi MON binokulárnál, de hát ez annyira közkeletű és közismert, hogy ezt nem kell senkinek se különösebben elmagyarázni. Így általában úgy oldják meg, hogy a baloldali okulár az fix, a jobb oldali pedig valamennyire állítható, itt láthatnak a dioptria beosztások. Tehát amikor élességet állít az ember, akkor először bal szemre állít élességet, oké. Utána pedig a jobb szemmel pedig eltekeri magának, hogy mind a két szemmel élesen lássa, és akkor utána pedig együtt mozog a központi élességálló tekerő, és tökéletesen működik. Persze, hogyha csillagászatra használjuk, akkor ugye nem nagyon kell az élességet állítani, mert minden a végtelenben van. Visszahajtogatom. Hát mi az, ami még feltűnik ezen a termetes binoklin? Azt tűnik fel, hogy itt középen van ez egy nagyon-nagyon komoly fém valami, amit most megfordítok, és így egyértelmű lesz, hogy mi ez. Hát ez egy beépített fotóállvány adapter, itt van szépen a menet. Hát igény szerint lehet előre-hátra tologatni, kinek hogyan kényelmesebb, meg azért legyen egyensúlyban is. Hát inkább itt azért előre kell húzni, legalábbis én így szoktam használni. Megy rá az állványfejlés, már is van egy kis távcsövecskénk. Miért nem távcső a látcső? Ez persze inkább csak egy etimologizálás, de hát én valahogy úgy közelíteném meg, hogy ugye ezek a látcsövek, ezek nem cserélhető nagyításúak, fix, egybeépített optikai eszközök,
Tehát ennek például 20-szoros nagyítása van, és nincsen más nagyítása. Csak fejvesztés terhe mellett lehet szétszerelni, és azt a másik okulárt belerakni, beleerőltetni. Erre a gyártó nem ad lehetőséget. A tárcsövetnél pedig lehet cserélni az okulárt, a tetszőleges nagyítást be lehet állítani. És igazából a binokulároknak, ezeknek a binokulároknak az is a hátrányuk, vagy az a hátrányuk, hogy nem lehet a nagyításukat fokozni, hanem megvan egy adott fix nagyítás, és akkor ezzel kell bejönni. Most akkor nem beszélünk az zoomos binokulárokról, az egy másik külön világ. Miért érdekes ez? Azért, mert például egy ilyen 80 mm-es objektívvel azért sokkal többet is lehet látni, mint amennyit egyébként 20-os nagyítás mellett látunk. Tehát, hogyha halványabb csillagokat is szeretném még megfigyelni, ott segít a nagyítás növelése, persze bizonyos határokon belül, még 80-100-szoros nagyítás mellett sokkal halványabb csillagokat, fénypontokat is meg tudunk figyelni, mint hogyha csak 20-szoros nagyítással használnánk. Viszont akkor elvész a látómező. Egy ilyen 20x80-asnak 3,5 fok a látómezője, tehát ugyanaz, mint a 20x60-asé. 11,5-12 magnitudóig is le lehet menni, de hát ez tényleg a határok határa ebben az esetben. Nagyon jó klasszikus ilyen kis nagyítást igénylő mély objektumokra. Tehát elsősorban nyílthalmazok, gázködök, olyan égi területek, ahol nagyon szép tejút felhők vannak. Például érdemes belekukkantani a Scutum felhőbe. Aztán, ha nagyon jó az ég nyáron, akkor irány lefelé a Sagittariusba, ott aztán egész jó kis bóklászást lehet csinálni. Álmára rögzít egészen komoly és egészen szintén jelentős élménye van az embernek. Én, hogy is akartam kinyögni, hát ilyen mély ég élmény, de hát ez a szó talán még nem létezik. Most már igen. Összességében egy nagyon kellemes, nagyon komfortos és nagyon komoly teljesítményű binokulár a 20x60-as. És nem csak ez, itt ebben az esetben ez egy Vixen gyártmányú, hanem most ennek a szinte töredékért lehet kapni szintén 20x80-asokat. Azok is egészen jól meg vannak csinálva, és nagyon sok örömét lelheti bennük az ember. Én ezeket a binokulárokat például, ugye változósok vagyunk, változóisztőzők például azért szeretik, mert nagyon nagy a látómező, és hogy a nagy látómezőn van, akkor nagyon sok különféle fényességű összehasonlító csillagot is be tudok állítani, ami mindenképpen megkönnyíti a fényességbecslésnek a munkáját. Márha ugyanez munka, mert ez inkább szórakozás. Bírja azt is, hogyha leesik. Én nem sok binokulárt ejtettem életemben, tegnap megtörtént az a botrány, hogy kicsúszott a kezemből a szíja ennek a binoklinak, és leesett a kőre, és nem lett semmi baja. Hát itt egy valóság, itt ütköző felület van, most ugye nem így ütközött bele, hát ez a harmad csapka, amit előre húzok, hát ez egy ilyen félkemény gumi valami, ami azért, hogyha lekopcan, akkor azért bizonyos keretek között azért megfogja becsapóratnak az erejét. Nem azt mondom, hogy most teszteljük, de ténylegesen olyat szólt, hogy azt hittem, hogy infarktus kapok, és aztán megnéztem este, tökéletes a kép, semmi nem mozdult el. Hát ez egy jól megépített, nem kettőz, jól megépített binokli, ami prizmás látcső, de semmiképpen sem daljátéki kukucs vagy kandika. Hát nem is tudom, ilyet hova szoktak hordani. Talán még lóversenyre sírlik. Hát én mindenkinek kellemes tavaszt kívánok, minél több derült eget, nagyon jó csillagászkodást, még jobb binoklizást, vagy daljátéki kukucskálást, és hát ezzel be is fejezem mondandómat. Viszontlátásra!